Hello mindenkinek, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy milyen közösségi oldalakon vagyok fent, hol tudtok megtalálni, hogyha érdekel a videóm, akkor tartsatok velem. Miért van több Facebook oldalam egyébként? Mert hogy soha nem tudjátok, hogy hova írjatok nekem leveleket. Na most több Facebookos csatorna lehetőséget készítettem annak idején, mert tudjátok, hogy a fotózással foglalkoztam első körbe. Ugye a Mix Csicsovszky Judit fotográf volt az első dolog, amikor elkészítettem a Facebookos oldalaimat. Hallottál a Csicsovszky krémről? Mindenki erről beszél és ezt használja. Micsoda? Csicsovszky krém? Igen. Kövi rózsa, jázmin, kollagén, aloe vera. Nagyon hatékony minden ember számára. Próbáld meg te is, megszereted és használod a mindennapokban. Szuper! Nekem is kell Csicsovszky krém. Keresd rá a csicsovszky.hu oldalán vagy telefonos elérhetőségünkön. És úgy gondoltam, hogy mivel már ugye annó kiállításom volt, tehát fotókiállításom volt, utána készítettem egy másik oldalt, a sima Mix Csicsovszky néven van. A Mix Csicsovszky néven azt azért készítettem, mert úgy gondoltam, hogy azokat a fényképeket, azokat a fotókat, azokat a témákat fogom oda feltölteni, ami tényleg eredményesek voltak annak idején és most is, de mivel nagyon sokan azt az oldalt is belájkolták, ezért úgy gondoltam, hogy ugyanúgy oda is feltöltöm azokat a dolgokat, amit a Mix Csicsovszky Judit fotográf oldalra. Egyébként, hogyha fotózással kapcsolatban kerestek, mind a két oldalon elértek. Valamint ugye van a Csicsovszky Judit oldalam a Facebookon, az a privát oldalam, ott általában inkább a személyesebb dolgokat szoktam feltölteni, közvetlenül a telefonomról, vagy ha utazás van, ilyesmi, akkor így szoktam feltölteni. A Csicsovszky Judit oldalon, tudjátok, ott be is jelölhettek ismerősnek. Általában olyan embereket szoktam bejelölni ismerősnek, akikkel személyes kontaktom is van. Úgyhogy légy szíves, ne, remélem nem haragudtok meg azért, hogyha nem jelölök vissza olyan embereket, akikkel még semmilyen kontaktom nem volt. Ilyenkor, mikor bejelöltök, akkor nekem külső üzenetbe a Messenger jelzi, hogy valaki bejelölt, valamint az üzeneteket is külső üzenetként megkapom. Általában mindig szoktam rá válaszolni. Valamikor gépen keresztül megyek fel, általában telefonon keresztül X idő elteltével megjeleníti, hogy kaptam üzenetet, vagy ilyesmi, és akkor szoktam válaszolni, tehát ilyen esetben ne ijedjetek meg. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy ismerjük-e egymást, honnan hallottál rólam. Ilyes Judit Csicsovszky oldalam Facebookon keresztül. A Judit Csicsovszky oldal, ha látjátok, ott nem bejelölési státusz van, hanem ott olyan termék megjelenítés. A Judit Csicsovszky oldalt ezt azért hoztam létre, hogy ott megint csak el tudtok érni. Egyébként a Google oldalán, hogyha ne tesztek, beírjátok a Csicsovszky nevet, ugye több lehetőséget feldob, tehát több lehetőségképpen el tudtok érni. Ugyanúgy ott vannak a YouTube-os videóim is, tehát próbáltam a weboldalt is mindent úgy beállítani, hogy egyszerűen hamar meg tudjátok találni. Valamint van egy olyan, hogy Makeup Csicsovszky Judit. A Makeup Csicsovszky Juditot azt azért is hoztam létre annó, mert úgy gondoltam, hogy a sminkes videóimat hasonlóképpen oda is fel tudom tölteni, tehát próbáltam minden lehetőséget átnézni, minden lehetőséget megragadni arra, hogy minél több helyen el tudjatok érni. Tehát a Makeup Csicsovszky Judit oldal ezért jött létre. Valamint tudjátok, hogy én
tehát saját cégem van, ugye a Csicsovszky termékcsalád. Na most itt a Csicsovszky krém oldalt hoztam létre. A Csicsovszky krém oldalon, közvetlenül a Facebookon, ott a termékeimnek a megjelenítését szoktam feltöltögetni. Általában minél több lehetőségem van, tényleg minden nap szoktam posztolni a termékek kapcsán, ott külön a weboldalamat is meg tudjátok nézni, vagy a csicsovszky.hu oldalon fel tudtok nézni, meg tudjátok nézegetni a termékeimet, és ugye itt jött a kérdés, hogy miért Csicsovszky krém, azért, mert a vezeték nevem a Csicsovszky, és valami fantázia nevet szerettem volna, akkor mindenképpen a Csicsovszky, mert ugye egyedi és megismételhetetlen, tehát ilyen termékkel nem fogtok, legalábbis úgy gondolom nem nagyon találkozik az ember, úgyhogy a termékeimet is, amikor megkapják a vásárlók, akkor nagy ragasztó csíkon fel van jelölve a Csicsovszky név. Valamint kérdeztétek, hogy régről is vannak weboldalaim, ugye a fotózással kapcsolatban. Igen, vannak, mert ugye attól függetlenül, hogyha én egy új weboldalt szerkeztek, általában az előző weboldalt azt vagy meg szoktam szüntetni, vagy leállítom a feltöltési formátumokat. Igen, ilyen az internet, gyerekek, tehát ez nem fogja kitörölni, tehát ugyanúgy láthatóvá teszi. Volt olyan kérdésetek, hogy Győrben lakok-e még, és hogy Győrből hogyan jövök Debrecenbe fotózni. Az a régi weboldalam, amikor még Győrben éltem, és még most is feldobja az illetőnek, hogyha rám keres, úgyhogy ettől függetlenül, tehát emiatt ne jegyetek meg, tehát ugyanúgy el tudtok érni. A telefonszámom évek óta ugyanaz, hogyha nem szerettek telefonálni, nyugodtan e-mailbe is tudtok nekem írni. A csicsovszky.judit@gmail.com néven vagyok. Ha válaszoltok, vagy akár a csicsovszky.hu oldalról rendeltek terméket, arról nekem rögtön jön jelzés, tehát tudom, hogy mit szeretne az illető, tehát igen. Tehát lényegében a közösségi oldalakról igazából most nagyon bejött ugye megint csak ez az Instagram téma. Instagramon is elértek, van egy olyan, hogy Makeup Csicsovszky Judit, bár azt mondjuk nem nagyon használom, a Judit Csicsovszky Instagramon ott közvetlenül el tudtok érni, ott a követési státusz be tudjátok állítani, tehát nyugodtan követhettek. Általában többet vagyok Facebookon, mint Instagramon, az Instám is ott van, tehát nyugodtan írhattok Instán keresztül is. Volt olyan kérdésetek, hogy a videóimat mivel szerkeztem, milyen programokat használok, mit ajánlok nektek is, úgyhogy ha szeretnétek, akkor majd készítek erről is egy videót, hogy én milyen videóprogramokat használok, vagy régebben miket használtam, vagy mik azok a programok, amivel az Index fotóimat szerkeztem. Igazából erről is csinálhatok nektek egy videót. Itt az infoboxba nyugodtan írjátok le, hogy milyen videóra gondolnátok, vagy miről beszélgessünk, vagy mit szeretnétek látni következőleg a csatornámon. Ezeken az oldalakon vagyok fent. Ennyit szerettem volna, tehát hogy milyen közösségi oldalakon vagyok fent. Remélem el tudtok majd érni, ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan keressetek meg. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és nagyon szép napot kívánok nektek! Sziasztok!